átadták a tokai tanúszodát, a 437 millió forintból épült uszodában két medence kapott helyet. A 15x25 méteres, 6 pályás medence mellett egy kisebb oktató medence is a gyerekek oktatását segíti. Rendezvénysorozat indul, csak nem 500 millió forintból megvalósuló programsorozat kezdődött Nagykádóban és környékén, amelynek legfőbb célja, hogy a térség megtartó erejét és a humán szolgáltatásait fejlesszék. Megújult a sóstói szivárvány idősek otthona, 215 millió forintból végeztek energetikai fejlesztést az intézményben. Átadták a tokai tanúszodát. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A 437 millió forintból épült uszodában két medence kapott helyet, a 15x25 méteres, 1,9 méter mélységű, 6 pályás medence mellett egy kisebb oktató medence is a gyerekek úszás oktatását segíti. A tokai járás iskoláiban több mint 2500 diák tanul. A kormány 2014-ben határozott a tanúszoda program elindításáról, amelynek keretében 24 uszodát építenek teljes mértékben állami forrásból, és amelyek üzemeltetését is állami forrásból fedezik. Tokajban szerdán adták át a 437 millió forintból elkészült létesítményt, amely egy 25 méteres versenymedence és egy tanmedence mellett a szükséges kiszolgáló helyiségekkel várja az úszni vágyókat. Sesztek Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a megnyitón a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps által mondottakkal adta át az úszodát. Hogy nincsenek határok. Minél nagyobbat álmodsz, annál tovább jutsz. Én azt gondolom, hogy ebben az egy mondatban minden benne van, ami jelent Tokajnak ez a tanúszoda. A polgármester odasúgta nekem, illetve én kérdeztem, hogy most tényleg te gyerekkorod óta az itt élők arról álmodnak, hogy Tokajban tanúszoda lesz, és teljesen természetes módon azt mondta, hogy igen. Az itt élők már régi álmot kergettek akkor, amikor egy tanúszodáról vagy úszodáról gondolkodtak. És lám, az álom valósággá vált. Tokaj polgármestere szerint nem csak a városban tanuló 2000 diák és a környékbeli települések fiataljai, hanem a turisták is örömmel használják majd az új úszodát. Ez egy óriási lehetőség, ezt egyszerűen nem lehet elmondani, és nem lehet be szavakba foglalni, hogy ez egy milyen nagy álom, ami ma beteljesült, és azt hiszem, hogy az az itt élő, vagy itt tanuló 2000 gyerek, ez mindig erre vágyott, hogy nekem elmennie, vagy Nyíregyházára, vagy Szerencsre úszásoktatásra járni, mit helyben tudja ezt megtenni, és azt gondolom, hogy magának a kajakkenu szakosztálynak is, és az egész város sportjának ez egy nagy lökés fog adni. Rendszeresen jönnek a vízitáborosok edzőtáborba, mindig az volt a problémájuk, hogy nem volt úszás lehetőség, tehát sokkal nagyobb lesz a palettája majd a városnak, és azért nem szeretnénk figyelmen kívül azt sem, hogy megítésünk szerint a turisták is fel fogják keresni ezt a létesítményt, mert nem csak tanúszoda lesz, hanem meg fogja nyitni majd a nagy közönség számára is az NSK ezt a létesítményt, és bízunk abban, hogy ide látogatnak, és mondjuk úszásra vágynak, azok föl fogják keresni ezt a létesítményt. Sárfalvi Péter helyettes államtitkár elmondta, a tanúszoda építési program a sport mellett az egészséges életmódra nevelést is szolgálja. Gyakorlatilag így lehet megteremteni a mindennapos testnevelési infrastruktúrális hátterét. Rengeteg gyerek megtanulhat úszni, és hát azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb befektetés, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, mert egy sokkal sportosabb, egészségesebb generáció nőhet föl. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a köznevelési infrastruktúra fejlesztési programot. Tényleg országszerte épülnek, szépülnek meg a tanúszodák, tornacsarnokok, tornatermek. Holnap is megyünk egyébként Csümegre egy hasonló tanúszoda átadásra, úgyhogy most is láthatod, hogy mennyi gyerkőc már birtokba vette a medencéket. Ez az egyik legjobb program. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Csengerben már elkészült a tanúszoda. Baktalóránt házán, Fehérgyarmaton és Kemecsén pedig hamarosan birtokba vehetik az úszók az új létesítményeket. Csak nem 500 millió forintból megvalósuló programsorozat kezdődött Nagykádóban és környékén, amelynek legfőbb célja, hogy a térség megtartó erejét és a humán szolgáltatásait fejlesszék. A következő két évben állásbőrzéket, szakmai workshopokat, zenés, valamint sport és kulturális rendezvényeket is szerveznek majd. Nagykállóban és a nagykállói térségben a társadalmi és civil élet eddig is jelentős volt. Egy-egy közösségi rendezvényen több száz vagy akár ezer ember is részt vett.
A környező 7 települések közösen elnyert Európai Uniós támogatással a résztvevő önkormányzatok célja, hogy még több eszközt és lehetőséget biztosítsanak a civil lakosság számára a humán szolgáltatások területén. Juhász Zoltán Nagykálló polgármestere ezt azon a megnyitó ünnepségen mondta el, ahol a 24 hónapos program részleteit ismertették. Mind a rendezvényeinket, mind a civil élet koordinálásában résztvevő eseményeinket próbáltuk egy csokorba fűzni. Ez nagyon tág lett, és azt lehet mondani, hogy Nagykállóban például, beszéljük nekem a mi településünkről, mindenki megtalálja benne a szórakozási lehetőséget, a képzési lehetőséget, a felzárkóztatási lehetőséget, oktatási lehetőségeket, ami nagyon fontos, a gyerekek számára, bölcsödébe, oldalba, iskolába, és a sporteseményeket se hagytuk ki belőle, a különböző felzárkóztatási programokat se, illetve a civil kultúrának a dolgát sem. Civil szervezetekkel működünk együtt, ugye önkormányzatokkal működünk együtt, vállalkozásokkal működünk együtt, hát ez egy igazi, ilyen óriási gigaprojekt lett. A településeken a lakosság 40-50%-a használhatja majd azokat a lehetőségeket, amelyek a pályázati forrásból jönnek létre, tette hozzá a polgármester. Sanda Tamás János, az Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár azt mondta, nem csak az új rendezvények és szolgáltatások minőségének fejlesztése, hanem a térségi összefogás is kiemelkedően fontos a helyi lakosok számára. Alapvetően ez egy olyan programnak a megnyitására érkeztünk, aminek az első számú jelentősége a helyi közszolgáltatásoknak a minőségének a fejlesztése. De legalább ennyire fontos az is, hogy itt önkormányzatok fogtak össze. Települések döntöttek arról, hogy a saját kezükbe veszik a sorsukat, tovább akarnak erősödni, és ezt szövetségben akarják tenni. Itt is arról van szó, hogy települések összefogásával javulni fog a térségnek a közszolgáltatásainak a minősége és a közszolgáltatásainak a mennyisége. Olyan új területeken fognak tudni a magyar emberek, a magyar családok számára valós szolgáltatásokat nyújtani a sikeresen pályázó önkormányzatok, mint például a népegészségügynek a területe, vagy az oktatáshoz kapcsolódó fejlesztő feladatoknak az elvégzése, a szociális területen megvalósuló fejlesztések, vagy akár a fiatalokkal való foglalkozás. A megnyitón elhangzott, a pályázati konzorciumban résztvevő települések egymásra támaszkodva és egymás hibáiból tanulva fogalmazták meg a programjukat. Így a szociális és humán szolgáltatások területén is ki tudják egymást egészíteni. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője az ünnepségen arról beszélt, hogy az összefogással a következő 2 évben minden résztvevő település megvalósíthatja a szociális fejlesztési elképzeléseit. Hozzátette, idén rekordmennyiségű pályázati forrás érkezett a választókörzetbe. Szeretném kiemelni azt, hogy soha ennyi pénz nem érkezett szociális célra a választókerületbe. 71 pályázatunk lett sikeres, civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok jegyezték ezen pályázatokat. Ez 7,6 milliárd forint, és még nem számoltam azokat az iskolai, egészségügyi alapellátás fejlesztési programokat, amelyek TOP-ban, tehát a területfejlesztési operatív programban fut. Simon Miklós hozzátette, az elmúlt ciklusban a választókerületbe mintegy 8,5 milliárd forint támogatás érkezett, kizárólag a civil szervezetek, önkormányzatok és egyházak számára, melyet a közösségfejlesztésre használhattak. 215 millió forintból újult meg a Sóstói Szivárvány idősek otthona, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség által működtetett intézmény 200 millió forint Európai Uniós támogatásból és 15 milliós saját forrásból végezte el az energetikai felújítást. A magas színvonalú szakmai munka mellett így most már korszerűen hőszigetelt falak is javítják az itt élők komfortérzetét. A Sóstói Szivárvány idősek otthonában élők és dolgozók komfortérzetének javítása volt a célja annak a beruházásnak, amelyhez a pályázati kérelmet még 2016. decemberében adta be az intézmény fenntartója. 2017 elején született meg a pozitív döntés, egy Európai Uniós pályázat lehetővé tette az otthon energetikai felújítását. 200 millió forintot nyert a működtető, fenntartó nyíregyházi református egyházközség, akinek ugye a város 2011-től átadta tulajdonosként a fenntartást és működtetést, és ezt meghosszabbítottuk 10 évvel az elmúlt évben. Nagyon örülök
hogy rá se lehet ismerni, milyen szép lett ez az épület, de nem csak szép, hanem nagyon praktikus, hiszen egy energiatakarékos beruházás is zajlott, aminek a lényeg a szigetelés, nyilázáró csere, tehát az itt élő emberek, itt dolgozó munkatársak életmunkakörülményei teljesen mások lesznek. Az eredeti tervezet 100%-os támogatási intenzitást kapott, azonban a felújítási munkálatok során további, kisebb javítandó épületrészeket találtak. Felújításra szorult a pályázatban megjelölteken túl például a második emeleti fatartó szerkezet és borítás. Ezért a fenntartó az elnyert támogatáshoz további 15 millió forintos saját forrást csatolt. Nagyon jelentős az épületünknek a mérete, a hőszigeteléssel érintett falfelszínünk az több mint 4000 négyzetméter volt. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 15 cm-es szigetelés került elhelyezésre a falak külső felszínén, illetve kicseréltük az épület gépészetből a fűtést szolgáló kazánokat, kondenzációs technológiával működő kazánokra. Beszerelésre került 2 darab puffertartály, 800 literes méretűek, illetve a energetika másik része az volt, hogy megújuló energiaforrásként napcellák és napkollektorok kerültek beépítésre az intézménynek a gépészeti rendszerébe. Ez 50 darab, 50 kilowatt áramot termelő napcellát jelent. Jelenleg 305 ember él a projekttel közvetlenül érintett intézményben, őket 184 fő látja el. Ezért is fontos, hogy a térség szociális ellátásában kiemelt jelentőségű intézmény minél korszerűbben tudjon működni. A szociális ellátórendszerben itt a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona egy meghatározó intézmény, de itt a környező településen is vannak a református egyház fenntartásában intézmény, például Nyírpazonyban, de más település is említhetnék. Jó gazda kezében vannak ezek az intézmények, hiszen sikerül mindig előrelépni. Most is itt vagyunk egy felújításontól, több mint 215 millió forintot sikerült erre fordítani, hőszigetelés, ablakcsere, lapostető szigetelés, megújuló energia. Nagyon fontos, hogy a tárgyi feltételek javuljanak, hiszen sokan várnak, hogy bejussanak egy idősek otthonába, és a szakmai munka, a szociális munkások hivatástudata itt, ebben az intézményben, magam többször jártam az elmúlt években, nagyon magas színvonalú. A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona egy EFOP-os egyházi szervezetek szociális ellátását támogató pályázat keretében újabb 140 millió forintot nyert, amellyel tovább bővülhet és korszerűsödhet majd az intézmény. A Magyar Nemzet nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amely alapján Balogh János, az országos roma önkormányzat vezetője, és egy ibrányi vállalkozó fiktív rendezvények leszámlázásával akar pénzhez jutni, hogy az így befolyt összegekből a Fidesz számára tudjanak szavazatokat vásárolni. Erről a Jobbik nyíregyházi sajtótájékoztatóján beszélt Fülöp Erik, a párt országgyűlési képviselőjelöltje. Balogh János elárulta ezen a hangfelvételen, hogy ő Vinnai Győző fideszes országgyűlési képviselőjelöltet támogatja, és ez az összeg azért kell neki, hogy a cigány szavazókat tudja agitálni, tehát gyakorlatilag a Fidesz listájára és Vinnai Győző egyéni fideszes jelöltet támogatva tudja felvásárolni, megvenni a cigány szavazókat. A Magyar Nemzet ezzel kapcsolatban büntető feljelentést tett, én pedig kifogással fordultam a választási bizottsághoz, hiszen itt nagyon súlyosan megsértették a választás tisztaságát, a választás önkéntességét, és természetesen egy nagyon súlyos kár érte a magyar adófizetőket is, hiszen a roma önkormányzat az gyakorlatilag a magyar adófizetők által befizetett adóforintokból gazdálkodik. Csak úgy működhet a hatékony energiafelhasználás, ha ehhez a lakosságnak támogatást biztosítanak a lakások megfelelő szigeteléséhez és a nyilászárók cseréjéhez, hangzott el az LMP nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Csalószky Tamás, a párt országgyűlési képviselőjelöltje elmondta, hogy támogatnák a napenergia felhasználását is lakossági szinten. Kimondottan az energiapolitika területén egy korábban soha nem látott lakossági energiahatékonysági programot szeretnénk indítani, azaz a lakások szigetelését, nyílászáró cseréjét, hiszen egy ilyen korszerűsítési programmal a lakások energiafelhasználása akár az ötödére vagy tizedére csökkenthető, ez lenne a valódi rezsicsökkentés. Emellett pedig, ami még nekem szintén szívem csücske, az a megújuló energia, egy komoly lakossági napenergiahasznosítási programot is szeretnénk emellé tenni.
Személyi sérüléssel járó baleset történt ma reggel Nyíregyházán a Simai úton. A kis busz szabályosan előzött egy személygépkocsit, azonban annak sofőrje ezt nem észlelte és kanyarodásba kezdett. A két jármű összeütközött és a kis busz egy kerítésnek csapódott. A baleset következtében a mentők egy szemét kórházba szállítottak, az anyagi kár jelentős. Április 6-án a Művész Stúdióban debütál a Móri Zsigmond Színház legújabb darabja, a gyerekeknek rendezett Ma Smoke Afrikában című zenés mesejáték. Az előadás különlegessége, hogy az afrikai zenét és dalokat maguk a színészek adják elő élőben, autentikus hangszereken. Kíváncsi, izgatott tekintetek a Művész Stúdióban. Hamarosan kezdetét veszi ugyanis egy afrikai utazás. Igaz csak képzeletben, de valósághű díszletekkel, jelmezekkel, és nem utolsó sorban afrikai hangszerekre írt ritmusokkal varázsolják el a gyerekeket a Móri Zsigmond Színház színészei. A Ma Smoke Afrikában című zenés gyermekelőadás próbáján Urmai Gábor rendező elmondta, nagy kihívás egy gyermekdarabot színpadra rendezni, hiszen a gyerekek a legőszintébb közönség, nem udvariasak, ha pedig unatkoznak, akkor ezt meg is mutatják. De a darab üzenetét is fontosnak tartja. Ez a darab Ma Smoke-ról, a nagy utazóról szól, ő a mesélő, a narrátor, illetve Kokoróról, egy kis krokodilról, aki más akar lenni, mint ami. És az üzenete pont ez a darabnak, hogy legyél az, aminek születtél, ne akarjál más lenni, de aminek születtél, az viszont legyél, és vállald, és járd azt az utat. Akkor futóművel ellenőrizni, szárnyakat kitárni. A történet szerint Kokoró, a kis krokodil, megszökik otthonról és nekivág a nagyvilágnak. Útközben számtalan kalandba keveredik, miközben rájön, hogy nagyon szeretne már inkább hazamenni. A hazatalálásban Ma Smoke segít neki, a kis Missára alakít. A székesfehérvári fiatal színésznőt már két darabban is láthatta a nyíregyházi közönség. Elmondása szerint nagyon barátságos társulat fogadta őt a Móri Zsigmond Színházban. A Ma Smoke előtt már két darabban próbáltam itt, úgyhogy nagyjából már ismertem a társulatot, mire ezt elkezdtük próbálni, de ebben csak négyen vagyunk, úgyhogy ez ilyen nagyon családias próba folyamat volt, zenélgettünk, meg sok mindent ki lehetett próbálni, úgyhogy azt hiszem, hogy jobban fel tudtam szabadulni ez alatt a próba folyamat alatt. A premiér április 6-án 17 órától látható a Művész Stúdió színpadán. Tizennyolc érmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyebeli úszók a Diákolimpia országos döntőjében. A Hódmezővásárhelyen megrendezett viadalon 8 iskola képviseletében 7 arany, 4 ezüst és 7 bronzérmet nyertek a fiatalok. Szerda délelőtt zsúfolásig megtelt a Megyeháza Alpár Ignác terme a Diákolimpia döntőjében érmet szerzett megyebeli úszókkal és felkészítő tanáraikkal. A Hódmezővásárhelyen megrendezett versenyen közel 500-an álltak rajtkőre, és 18 szám után szabolcsi úszó nyakába is került érem. A term így 7 arany, 4 ezüst és 7 bronzérem. Egy országos döntőn, egy úszás országos döntőn Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe egy busznyi érmet hazahoztunk, hiszen valóban 7 aranyérmet, 4 ezüstérmet és 7 bronzérmet hoztunk haza, és ezzel valóban egy olyan eredményt értünk el, amelyre azt hiszem, hogy mindenki felkapja a fejét itt az országban. És hát ez a Diákolimpia, többször elmondom, ez mindig az előszobája a versenysportnak, és én biztos vagyok benne, hogy ezekkel a fiatalokkal, akik most diákolimpikonként ezt a gyönyörű sikert elérték, ezekkel a nevekkel még sokszor fogunk találkozni felnőtt versenyeken is. A nyíregyházi Kodály úszói egy bronzéremmel tértek haza Hódmezővásárhelyről. Kodály hosszú évek óta résztvevőjének a Diákolimpiának, hosszú évek óta, talán 5. alkalommal voltunk aranyérmesek egy 4x50-es gyorsváltóba, az idén is két lánycsapatunk vett részt ezen a versenyen, és egy tanulónk egyéniben 50 méter mellúszásban. Jól sikerült a verseny, bár az a bizonyos olimpiai arany azért az idén elmaradt, a harmadik korcsoportos 4x50-es váltónk harmadik lett, és hát az egyik szemünk örült, a másik meg sírt, mert a nagylányok, akik egy újbegynyivel maradtak le a dobogóról, sajnáltuk, hogy nekik, mint kodályos tanulóként ez volt az utolsó versenyük, és nem sikerült a dobogóra fölkerülniük. A fehérgyarmati Fábián Balázsnak meg kellett harcolnia az elsőségért, de végül felállhatott a dobogó legfelső fokára. 100 méteres hátúszásban lettem első, és hát úgy indult először, hogy
Hát, hogy nagyon sokkal voltam, jó idővel voltam benne a döntőben, és utána szorosabb lett a helyzet, és nem sikerült olyan sokkal nyerni, de sikerült megnyerni. A nyíregyházi arany fiú gyorsváltója aranyéremért utazott, és aranyéremmel is tért haza Hódmezővásárhelyről. A váltót nagyon megszerettünk volna nyerni, és ez sikerült. Egy nagyon jó csapatot láthattunk, mert egy olyan Arany János gimnáziumnak a csapata, aki mindent bele akart adni, hogy megnyerjék a váltót. A diákolimpiai döntőt követően az A kategóriás úszók egyesületi színekben versenyeznek tovább, a B kategóriások pedig már az őszi viadalokra készülnek. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Átadták a tokai tanúszodát. A 437 millió forintból épült uszodában két medence kapott helyet. A 15x25 méteres, 1,9 méter mélységű hatpályás medence mellett egy kisebb oktató medence is a gyerekek úszás oktatását segíti. A tokai járás iskoláiban több mint 2500 diák tanul. Csak nem 500 millió forintból megvalósuló programsorozat kezdődött Nagykállóban és környékén, amelynek legfőbb célja, hogy a térség megtartó erejét és a humán szolgáltatásait fejlesszék. A következő két évben állásbőrzéket, szakmai workshopokat, zenés, valamint sport és kulturális rendezvényeket is szerveznek majd. 215 millió forintból újult meg a Sóstói Szivárvány idősek otthona. A Nyíregyháza Városi Református Egyházközség által működtetett intézmény 200 millió forint Európai Uniós támogatásból és 15 milliós saját forrásból végezte el az energetikai felújítást. A magas színvonalú szakmai munka mellett így most már korszerűen hőszigetelt falak is javítják az itt élő komfortérzetét. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 4-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik internetes oldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk záporokkal. Nyugat felől lassan egy hideg front húzódik felénk, 1-2 fokkal hidegebb és nedvesebb levegőt szállít térségünkbe, továbbá egyre több felé okoz esőt, záport, elszórtan zivatart. Az előttünk álló éjszaka a vastag fátyol felhőzet mellett erősen szűrt napsütés várható, majd éjszaka átmenetileg kevesebb lesz a felhő, csapadék nem valószínű. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és a déli óráktól egyre több felé várható eső, zápor, keleten zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban egyre több szerephez jut a napsütés, szombattól a csapadék sem okozhat problémát. Jövő héten viszont már változékonyabb idő várható, elszórtan eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Az átmeneti visszaesés után a hőmérséklet ismét emelkedni kezd, vasárnaptól megint mérhetünk majd 20 fok körüli értékeket.